Zentán a három ellenzéki frakció, jelen esetben a Magyar Polgári Szövetség, a Demokrata Párt, a Magyar Mozgalom és a Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség egyöntetűen szeretné, hogy napirendre tűzze a KKT ezt az ügyet, tehát hogy mindenféleképp legyen napirenden az, hogy Felsőhegyen írják ki a helyi közösségi választásokat. Mivel a hatalmon levők ezt nem akarják megtenni, ezért van egy olyan eszközünk, nekünk ellenzéki képviselőknek is, hogy rendes ülést tudunk összehívni az általunk képviselt napirend alapján, minimum 10 képviselő, mi vagyunk annyian, és ezt meg fogjuk tenni, hogyha a következő KKT ülésén nem látjuk napirenden a felsőhegyi választás ügyét.